pénz nem számít, mert hogy nincs. Médiaunió azon vállalatok összefogása, amelyek azt tűzték ki maguk elé, hogy pozitív változást érjenek el a társadalmi tudatban. Mérhető eredményeket szeretnénk, tehát mi az év elején is felmérjük az adott témában, hogy milyen a társadalom állapota, most például az egészségügyi témakörben, és szeretnénk évvégén is megmérni, hogy mennyiben változott, mekkora hatást váltott ki ez a kampány az emberekből. Ebben benne vannak televíziók, újságok, közterületi médiumok, rádiók, internetes felületek, és mindezeknek a reklámspotjai, újsághirdetés felületei. De ez orvosság! Jó, még egy, Jolikám, jövök. A fiút nem szabad, a kamerát kell nézni. Jó, bele a kamerába. Ezt kár nézni. Ha látod, milyen irigy vagy. De ez orvosság! Ennyi, gyorsan még egy! Fura módon a Médiaunió kuratóriuma először azt a témát lőtte föl idén, hogy rajtad is múlik az egyéni felelősségvállalás kérdése. Tulajdonképpen ez egy központi problémája Magyarországnak, és ebben minden egyéb téma benne van, hogy hogyan válsz a környezeteddel, hogyan viselkedsz a munkahelyeden, a családoddal, a kisebbségekkel szemben milyen gondolataid vannak, hogy és ebbe fér bele például az egészség is. Mindannyian tudjuk, hogy kevés pénzből, vagy szinte semmi pénzből nem készült ez, és nagyon kellemes meglepetés volt a szakma részéről, hogy ilyen szinten álltak egységesen az ügy mögé, és mindenki a maximálisat megtette, amit megtehetett. Pihen, kávé, utána jó? Jaj, az a kedvencem, igen, ő így van, és akkor így mászik a csiga. Maga a Médiaunió kezdeményezése is szerintem egy nagyon izgalmas és jó dolog, de az, hogy média cégek összefognak, és bizonyos módokon kiválasztott társadalmi célú ügyeket támogatnak, az szerintem egy nagyon jó ötlet. Szimbolikus módon egyébként meg az az üzenet a Médiauniónak, hogy létezik Magyarországon kooperáció, akár konkurensek között is, hiszen itt ebben az iparágban, akik itt együtt dolgoznak, helyenként akár egymás ellen is piaci pozíciókat foglalnak és szakmai érdekeket védenek egymással szemben, azok mégis összehozhatók voltak ebben. Másodpercben vagy egy odapillantásnyi idő alatt nehéz mérhető változást érni az emberekben, meg nehéz volt konkrét javaslatokat adni. Így az idei kampánynak az volt a alapkoncepciója, hogy a weboldalra térjük a látogatókat, az ATL reklámok segítségével, és akkor weboldalon adunk konkrét tippeket, konkrét javaslatokat, konkrét megvalósítható lépéseket mutatunk. A híradó végén köszönöm a figyelmüket, holnap találkozunk ugyanitt, viszontlátás! Mást gondolnál rólam, ha valóban mozgássérült lennék? Van buta kampány, ami az emberekre rá akar valamit erőszakolni. Te ezentúl gondold így, most másként gondolod, de tessék így gondolni. Annak a világon semmi értelme nincsen. De egy olyan kampány, ahol azt mutatod be, hogy minden ember egyforma. Hát az egyik ilyen problémával küzd, a másik olyan problémával küzd, de mindannyian küzdünk valamilyen problémával. Szerintem igen, egy ilyen kampány tudatformáló, hogy ezt a kifejezést akarom. Meretre nézek a lábomba, otthonom kőpokor, szilánkos mennyország, folyékony gorsz tükör, Szent János barom, minden napra egy mese. Ablak zsiráf. A rók és a farkas a lakodalomban. Ó, nekünk saját meséink vannak. Bőgös Gunnar Gedeon. Most ízsint fel sem a
sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait. Posztedizon az utómunkarészt vállalta fel. Az utómunka ebben az esetben azt jelenti, hogy nem csak, hogy összevágják a filmet, tehát hogy lesz belőle egy kész anyag, ami 30 másodperces, hanem itt még egy kiegészítése, egy 3D-s és egy 2D-s rajzanimáció is, ami összekapcsolódik a forgatott anyaggal. Kira, szia, én meg Szabós Simon vagyok, gyerek. Lemészárolt mindenkit, akkor már szabad, szabos jól. De gyere, Bendegúz, akkor nehéz itt hagyni, mi? Média uniós kampány témája a felelős média használat volt, médiafogyasztás elsősorban gyerekekre koncentrálva. A célja pedig az, hogy ez minél nagyobb társadalmi szintre eljusson. A gyerekeken, a szülőkön kívül azokat a szakértőket is ebbe bevonjuk, akik releváns szakmai információt adhatnak, tanácsokat ehhez. Bevonjuk a pedagógusokat, az iskolákat, és bevonjuk természetesen azokat a média cégeket, vállalatokat, akik a tartalmat a különböző csatornáikon közvetítik. A legtöbb gyerek látott már olyan filmet az interneten vagy a tévében, amely erőszakos, vagy számára érthetetlen, és amitől később félt vagy szorongott. A Média Unió szerint a legnagyobb baj, hogy erről a szülők nem tudnak, vagy nem érdekli őket. Leszúrták egymást, lefejezték egymást. Az osztálytársaim már selfie bajnokságot is rendeztek. Van olyan, hogy az apuka azt se tudja, mi az a közösségi média. Volt egy balhé a Facebookon, és már fenyegetőzött a fiú a barátnőmnek, hogy megkeresi. Nagyon nem szeretnénk, hogyha az a vád érne minket, és felelősnek éreznék magunkat, hogy azért van egy fura új generáció, egy új Z, és Isten tudja, milyen generáció jön utána, mert eltorzultak. Eltorzultak, mert nem hallottak mesét, eltorzultak, mert nem játszótéren nőttek föl, eltorzultak, mert egy töltfát nem ismernek föl, és azt hiszik, hogy a tökfőzelék az letölthető az internetről. Szóval ezt nem szeretnénk, és ezek, higgyük el, hogy később nem lesznek jó felhasználók egyébként nekünk se. Tehát azt gondolom, hogy nekünk felelősségünk van abban, hogy egy egészséges generáció nőjön fel. Ha az emberek agya átmosható ostobasággal, akkor abban azért higgyünk, hogy esetleg valami méltóságteljes dologban is átmosható. Üdv mindenkinek itt a kampányban! Keresünk. Olyanokat lehet jelölni, akiket a környezetük példaképnek tart. Akik jót tesznek a mindennapi életben, és példaképek lehetnek. A kampányt a Média Unió indította. Olyan hétköznapi hősöket keresnek, akik mernek jót tenni.